Start. Ebben a pillanatban elindult a Fáraó handicap, és opállány hibával kezdett, a két nagy Ferenc ló is igencsak megfontolt startot tudott venni, aki pedig ére került, az repeta mellé, pedig oda fog érni Uzsok, aztán egy ismételt ugrás, top-up követte el kvázi ezt a hibát, úgyhogy ő is véletlenül ki fog szállni a versenyből. Belső spúron ott van kapitány, a harmadik, negyedik pozícióban mellette versenyez a favorit Tárkány, Tárkány mellett pedig Univers Boy színei tűnnek föl, majd pedig Spár Lady versenyez jelen pillanatban. Ez a mezőny első felének sorrendje. Repeta itt a tribün egyenesben egy kicsit gyorsítani látszik, és mellé ér ennek ellenére Universal Boy, úgyhogy könnyen lehet, hogy a második kanyarra már fej-fej mellett fognak menni, de hát ugyanez a második páros, és ők is fej-fej mellett futnak. Jelen pillanatban belül Uzsok, kívül pedig Tárkány színeit láthatjuk, majd pedig kapitány Spár Lady a további sorrend, és ismételten egy hiba Pinocchio követel, akit kívülre is vesz hajtónője, de hát elugrotta magát az abszolút favorit Tárkány is. Ez most már lassan-lassan egy ugró gálára hasonlít ez a futam. Annak ellenére, hogy nem túlságosan erős az iram, amit a vezető kettős diktál jelen pillanatban. Belül tehát Repetát láthatjuk, mellette pedig Universal Boy igyekszik tartani a lépést. Harmadik pozícióban ott van Uzsok, opállány belelendülni látszik, nem tudom, kivették őt a versenyből. Nem hallottam őszintén szólva, de igen, kívülre is veszi őt a hajtója. Beérkeznek az utolsó kanyarra, és egyelőre még mindig egy kettes fogat jár a mezőny elején. Universal Boy azonban erősebbnek tűnik, és úgy tűnik, hogy el is mehet a belső spurt birtokló Repeta mellett. Kívülről jönnek a támadások, Uzsok, illetőleg a negyedik spurba kikényszerülő Spár Lédit láthatjuk, amint a befutó egyenesre fordulnak, de hát ott van még jó helyzetben kapitány, illetőleg Uncia is felérhet esetleg a dobogóra. Védekezik Repeta, azonban szemmel láthatóan sokkal könnyebben érkezik mellé Uzsok, a háttérből pedig megjelenik Spár Lady. Spár Lady igyekszik közelíteni, egyelőre Uzsok az, aki vezet, Uzsok akár hazaérhet, Uzsok előnye nagyjából egy félhoz, azonban nagyon erősen támadja őt Spár Lady, megverni azonban végül nem tudta, mögötte Uncia érkezhetett oda, és a negyedik hely Repetának juthatott, de a harmadik helyre valószínűleg célfotónk lesz.